Na szevasztok srácok, Roy vagyok. És akkor Battlefield 1-ezünk, méghozzá a negyedik ilyen Battlefield 1-es videó következik. De most egy új pálya, mert ugye az előzőt, azt az arabosat, azt kivégeztük teljesen, azt kijátszottuk, tehát akkor most egy olasz területen fog történni ez a játék, pontosabban Ola Vittorián. Oksa. És akkor valószínűleg egy olasz csávó leszünk, hisz nem véletlenül van nekem is a címe, hogy olasz csávó kalandjai. És akkor nézzük meg ezt a videót. Kis hangot teszek rá. Ó, Matteónak hívtak a csávót. Akkor gondolom ez már háború után van. Ez a videó, gondolom. Ezek szerint ő meghalt ebbe a csatába, amiben most részt veszünk. Aztán gondolom most utólag meséli el a csávó. Mert ha már apuka hangjából megállapítva már idősebb. Most szerintem ezzel a csávóval leszünk. Valószínűleg. Na gyerünk gyerekek, akkor Avanti Savoia. Nem tudom mit jelent, de akkor gyerünk. Na, egyből tüzelünk. Ó, hát van bőven lőszerünk, hát ebbe a... Ha hogy is mondjam, gladiátoros cuszba elég nehéz mozognunk. Mink van még, akkor a gépfegyverünk után van még egy... Ilyenünk. Egy ilyenünk, meg egy... Ilyenünk, ami nem tudom, hogy mi. Tűz, talán? Mit tudom én, nem tudom. Ó, ott az ellenfél. Jó van. Én oda nem megyek az ellenfélhez. Kizár dolog. Ellenfél, ellenség, ember. Ellenség. Jövök ez a csávó után. Nem tudom, mit mondasz. De biztos úgy van. Oké, mi is itt elbújunk. Az ennek kikészít. Á. Köcsög. Ott is volt egy. Üha! Az a tüzes. Itt is van ezzel problémák. Jó, ha dobunk oda egy bombát. Amiből most már 7 van, akkor 8 volt. Ott gyújtogat kedvére. A köcsög. És nem halt meg, vagy meghalt? Passz, nem tudom. Nem, hát itt gyújtogat kedvére, hát itt is van egy szerencsétlen, hát hallj már meg. Jajaj, buk le. Azért ennyire ne. Az anyádat. Hallj már meg. Ott van. Ott a tüzes. Valahol itt gyújtogat. Oké, kész, meghalt. És még egy van ott, azt a rohadt. Kettő tüzest egyszerre, na. Pá. Szevasz. Hol lősz te? Jó. Üdvözletem. Hát besétáltunk teljesen a közepébe ennek a harcnak.
Na, valaki ott nem unatkozik. Minket videóan lőnek. Ó, és ez itt megsemmisült. Per pillanat. Ugorj le! Úgy. Megöltük. Ija, bomba, ezt benyaljuk. Jó van, hát 1%-ot ugrott. Minusz egy. Az életerő. Robban. Úgy. Óvatosan. Senkinek se tűnik fel, hogy én itt lövöldözöm. Kellett nekem mondanom. A nép meg itt engem bombával szór. A nép, hát hadsereg. Ú, ezt lassan újra kéne tölteni. Másik fegyverre az, ahogy már megtudtátok az arabos videókban, és én azzal nem tudok lőni. Ez a sajnos lőni képtelen vagyok, nézzétek. Na jó, most kivételesen eltaláltam. Új, tudunk szanálni meg. Ilyen guberáló. Na, melyik fegyver nekünk az ideális? Ez nem is olyan rossz. Oj, de megijedtem, te képettől. Ezek itt mászkálnak előttem. Senkinek se vagyok feltűnő. Hajj már meg! Szevasz! Üdvözletem! Nagyon könnyen el vagyunk itt egyenlőre. Hajj már meg! Mi ez itt? Na, próbáljuk ki ezt a nagy ágyút. Biztosítjuk a telepet, vagy területet. Hűha, nem is olyan rossz fegyver ez, gyerekek. Nem is olyan rossz. Amúgy én itt vagyok ám. Hagy, maradjál, hülye gyerek. Mász, úgy. Ide be. Ezek már vártak ránk. Ó, azt a... Megint tüzes. Megint jajgat. Még... De egy bombát kéne bedobni. Ne! Itt is egy! Ilyenkor kell az, hogy dögölj meg. Ja, ti pedig itt. Anyátokat. Húhúhú. A 41 az életünk. De nem szabad szórakozni. Mekkorát ugrotta. Jó, az ott meghalt. Nem. Nem halt még meg. De. Azt, hát ez... Ez szar úgy azért, tényleg a tüzesek részéről. De minket szarrá lőnek. Hát annyira nem, de... Az anyádat, te szekér. A goberálunk. Úha. Itt bejöttek. Ne jajgass. Szerintem ez a terület itt még nem a miénk. Olyan biztosan. Jajajaj. Ja. Valaki igen lő. Anyádat. Mindegy, hát van páncélunk. Elég rendesen. Jó, ezt a szerintem is töltsd. Töltsük újra. Mondom, töltsd már. Valaki itt van. És nem olasz hangja volt. Na, az addig ezzel is meg tudunk lőni.
Elég jó bejövünk. Vigyázz, ott van. Ott menekül. Haj már meg. Köcsög. Nem halt meg, de. Meghalt, de utána még mozgott. Hadd gratuláljak. Hello. Úha. Hajd meg. Jó, oké. Miénk. Itt lőnek. Valami robbant, azt tudom. Oda kell menni. Maradja. Roham, gyerekek, roham. 1-2. Fú, mi van itt, csessze meg. Még ez a telep se biztos nekünk. Úgy. Sátor. Szerűség. Na. Mit rejt? Mit kapunk Jézuskától? Oké. Egyszer. Hú hú hú. Most nézem mitek van. Legyünk profik, aztán jöjjünk erre. Én azt mondom. Ezeken is van ilyen gladiátor cucc. Ez most észrevett? Ma nem lő felém. Ebből mennyink van. Jó, akkor egy ilyet dobhatunk ide, gyerekek. Úgy egyszer, az pedig... hát egy kicsit... akciózunk. Hirtelen nem tudtam, mi lő. Oké, akkor ti már felrobbantottátok. Ügyesek vagytok, gyerekek. Most hát bajtársaim. Ez nem kell. Akkor nézzük, mit rejt. Még, mit kapunk Jézuskától, gyerekek. Nézzük ki, ez nem kell nekünk. Mink van még. Még egy ajándékcsomag. Ez jól is jött nekünk. Közben valahol még itt tüzelnek, mert a hadseregünk hirtelen rohamozni kezdett, és aztán elment, vagyis hát én nem látom őket. De azt tudja, hogy engem céloznak, mert... ja, hát ők már ott szépen elmentek. De máskor várjatok meg mindenkit, jó? Aha. Nem látok senkit, de ott lőnek, tehát valószínűleg ott vannak. Logikus. Aha. Leszedtük. Ott is volt valaki. Jaj, te. Miért halsz meg? Nehéz rájuk parancsolni, hogy ne halljatok meg, gyerekek. Ez tényleg nehéz, de... ilyen helyzetben... ők is jöttek volna a gladiátor cuccba. Észrevett? Hát most már biztos. Na gyerünk akkor, 1-2. Roham. Csak ne legyen itt egy tüzes, az nagyon szar lenne. Az most tényleg nem jönne jó, ha itt lenne egy tüzes. Megy a harc. Oké, ez jól jött nekünk. Hol vannak ezek a parasztok? Én oda nem megyek. Az anyádat, ha megint a tüzes. Nyugi, ő is meghal. Úgy. Csak pozitívan. Ez mi? Mi ez? Jó. De jó.
Még egy tüzes, nem már. Nem! Mész innen. Itt föl. Menjél, Jóska. Nekek hát örülök, ha látok valamit. Be a lövöldözés során. Akkor ezek szerint a tüzes meghalt. Meg itt van valami robbanás nyomban. Újra kéne ezt tölteni. De nem akarom, mert lusta vagyok. Ha. Haj, nem akarsz meghalni, ember? Rád parancsolom. 18, még mindig nem töltöttük újra. Hát, megy a harc. Sebesen. Erre itt szépen mász, hogy itt kimegyünk a játékmezőből, tehát akkor ott arra nem megyünk. Húha, ja, jó napot. Hát, ha hasalsz, akkor... Hát, még mindig lőnek. Nem adják fel. Jó, most már meghaltak. Ne! Jó, oké, úgyis ott történjünk volt. Ezek a miaink. Nyelv szerint. Addig ez is. Egy kis hadi gyakorra, gyerekek. Vagy hadi gyakorra, mit bánom én. Fontos a távollövés. Ó, meghalt. Most te észrevett. Így az tüzes már megint. Kapja be. Elég könnyen megöltük. Puhú. Merre? Ó. Ezt benyaltuk. Még mindig lőnek minket, hogy nem tudom kik, de minket lőnek, vagy felénk. Ja, hát jó napot. Várjon már, most tanulok ezzel a fegyverrel lőni. Maradj! Ez itt nem lesz jó. Ájjajjajjaj. Gyerekek, itt egy bazinai rohamra lesz szükség. Hatalmasra. Kilőn minket. Te velem vagy. Nehogy megijesz, mert lelőlek mondjuk. Ezt a köcsögöt kell megölni. Valami megír robbant. Jaj, tüzes. De kilő minket amúgy. Most csak úgy őszintén. Ezt a kis seggfejet kell itt lelőni. Ó, megvan gyerekek, na most roham. Most jöhet a roham, gyerekek. Ügyes vagy. Na most szar lenne, ha itt lenne egy tüzes. Sódigunk. Hogy keltél te fel, ember? Én megöltem. Élő holtak, csessze meg. Ne. Eléggé szar ügy.
Megint felálltak. Mármint az emberek. A jó édes anyjukat. Köcsögök. Bocs, nem figyeltem. Törzs, 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 törzs. Fust már. Hát így elég jó lenne háborúzni. Most hát nem menne jó háborúzni, de értitek. Pedig ez nagyon jó fegyver volt. Toppon volt ez. Meghaltak már. Keményen itt egyedül elviszem. Nem, pereg már. Jó napot. Hát valamikor mutatni kell magunkat. Ne öld meg, hogy velem van. Hova futsz? Hülye gyerek. Azt mondják, hogy ide. Akkor már ezt kénytelen leszek ezt elhasználni. Itt lábikók voltak. Ez a rejtek helyük a buziknak. 68 töltény. Már csak 65. Vannak itt még. Maradj, léci! Már akkor nincsenek, ugye? Ja. Nincsenek, jó van, akkor... Még itt valaki lő felénk, vagy nem tudom. Nem ilyet kell, ember. Dehogy nem, itt van még egy köcsög. Itt ezt... gondolom felrobbantani lehet, semmi más. Nem jó. Na várja. Ez se lesz jó. Akkor mit kell? Most nem, még mindig működik. Anyja, az anyját, hát. Jó, megcsináltuk, jó van, oké. Legalábbis ezt a részét egyenlőre. Eltari Gun Destroyed. Jó. Oké, nem tudom itt ezeket a fegyvereket, én fel tudtam volna szedni, de nem engedte. 49 van, tehát akkor... Tényleg szerezni kell egy... másik fegyvert. Guberálunk ismét. De megint nem engedi felvenni. Nem értem. Itt már megy a harc. Nem tudok egyenlőre kiigazodni, hogy ki hogyan áll. Nyerésre. Vedd fel. Azt ott lelőttük. Azt is. Aj, bomba te. És belefutott az idő. De nem halt meg. Még belefutott a bombába. Öcskös. Na jó, vagy jöhetünk guberálni. Hamarosan. Jaj, te hülye gyerek. Maradjál. Menj haza, Isten bizony. Te élsz még? Most már tuti nem. Kegyetlen vagyok, most kell. Kell lesz, hogy kegyetlenek legyünk. Eszem akkor így. Jó van. És most felvette.
Most felvette a... az ammókat. Aha. Kés, hát az... most nekünk nem kell. Jó, hogy te... most épp engem lősz. Célozd már, ember! Eléggé nyílt célpont vagyunk, de hát... nem tudok én jobbat. Na, meg is tudtunk nagyon szépen lőni. Bár tudnám, hogy... hol és merre lőnek minket. Jelen pillanatban. Nem tudom, de 51-re nagyon lement az. Ja, szevasztok. Jó tudni. Te most lefejedsz a sziklát. Fú. Ja, pá. Hasafáj, itt is van valaki. Láttalak. Ezt meg hátba támadtuk. Szuper, ez neki meg 88 maradt. Jó van most már. Már valamennyivel jobb. Ti velem vagytok. Jó van, te már nem. És nem akar meghalni. Nehéz rá parancsolni. Tű, mi ez? Könyv. Hallj meg! Kérlek! Amikor már kezdek eléggé jól belejönni a dologba. Pá! Szevasz! Mondom, szevasz! Ó, hát elbújtak a susnyásba. Nem most törzd, majd máskor. Itt volt egy negyedik. Hú, gyerekek. És akkor... van egy baznagy gépfegyverünk. És akkor nyilván a repcsik ellen kéne... használnunk. Úgy van, gépfegyver eldob. Nyerünk! Jaj. Fú, de érzékeny ez a cucc. Gyerekek! Én megmondom nektek, őszinte leszek, nem fog ez menni. Ez amilyen érzékeny ennek az, itt az irányítása, nekem ez nem mostanában fog összejönni. Tehát előre bocsi, srácok. Ja, hogy közben meg még így lőnek ránk, mi pedig semmire sem látunk. Nagyon jó. Lezuhannál, köszönöm. Jaj, ezek meg felénk fognak majd zuhanni, hát nagyon jó. Öcskös, most meg lőni nem tudok. Öt élet, kérlek, öt élet, bírd ki. Jaj, de ügyesek vagyunk, ennek annyi. Ennek is legyen. Ne, nehogy felénk zuhany. Jó van. Mi történt? Megcsináltuk. Öcsém! Nem hittem volna, hogy elsőre összejön. Vigyázz, menjél, az felét jön. Ugorj! Ez az te egy igazi hős vagy. Igazi hős vagy, öcskös. És eltűntek. A hegy.
Szikla lavina. Na hát ez szar ügy. Ilyenkor van az, hogy nem arra kéne futnia, mert ez olyan repülő, hanem vagy jobbra, vagy balra. Élsz? Jó, él. Akkor ezzel a csávóval vagyunk. Sejtettem. Hát jó, ez a páncél már csak itt felesleg. És leveszi. Na most már sebezhetőek vagyunk, tehát itt most már lőnek ránk 5-6-ot, csak tippelek 5-6-ot, aztán már meghalunk. És akkor esik is az eső. De ha ilyenkor megkérdezném, hogy hol van a többi. Tehát a bajtársaink, ők most hol vannak? Kezdjük azzal. Igen, ott van egy bázis az ellenfélé. Van egy kis fegyver. Ugye nem egyedül szállunk szembe ellenük. Csak nem. Tehát akkor van egy ilyen pici fegyverünk. Később ez megmaradt ugye. Egy pisztoly. De az itt nem az ellenfél. Ketten. Ja, hogy ezek így most észrevesznek. Akkor késeljük már le őket. Gyere már! Lőnek. Nem mer ide jönni. Hú, egy 20-as tűz le így az életemből. Meg kell tanulnom ezzel a fegyverrel lőni. Mert gyerekek, ez nem megy. Az olyan érzékeny. Szintén. Nem vagyok feltűnő. Dögölj meg! Úgy, még egy pofont is kapsz. Ebből viszont kevesebb van. Tehát akkor csak azért is maradunk ezen. Kis pisztolyhoz meg kell lenni fog. Amit 9 lövés után mindig tölteni kell. Újra meg újra. Hűha, de itt kifogunk. Jönni ebből a cuccból. Nincs itt semmi. Semmi egyéb nincs itt erre. Mi is volt itt fenn? Itt voltunk, ugye? Ja. Ó! Oh. Na, Jézuska, mit kapunk tőled? Inkább a pisztoly helyett. Ez is jó. Aha. Akkor ott meg e helyett. Picit kevesebb lőszerünk van. Gazdálkodnunk kell, de tényleg okosan. Ennek a lőszerekkel. Itt pedig ki fogunk menni a térképből, tehát akkor meg fogunk halni. De előnek itt, tehát akkor vannak mieink. Szerencsére. Ja, ott kifutunk a térképből. Nagyon jó. Most azt hittem felénk lőnek. Ezzel.
Most hirtelen olyan lenne ott a kövekre ránézve, mint ha esett volna a hó, de aztán mégse. Csak tiszta, ködös, poros. Nehogy engem lőjetek le. Akkor agybajt kapok. Azok a... Mieink? Nem hinném mondjuk. Nem hinném. Meg is mondom, hogy miért, mert ha már ott voltak, akiket lelőttem meg lekéseltem, akkor nem hinném, hogy mi arra feltávolnak, amikor ott is voltak. Ja. Ezt én nem is nézem. Na, amikor észrevesznek. Akció, indul gyerekek. És amikor nem akarnak meghalni. Amíg a kedvemért se, pedig én szépen kérem. Ohoho, ember, hát ez egy lövése kinyír. Most ide hoztuk a nyakunkra a sereget. Én szerintem fussunk, mert meghalunk. 35 élet. Még mindig észrevesznek. Köcsögök. Akciózós fegyver. 30 van ebbe. Legalábbis most jelen pillanatban. És kész. Meghaltak. Jaj, de jó. Most nehogy azt kell mondanom, hogy a frász haltak meg, már itt vannak. Nem, én nem fogom azt mondani. Már nincsenek itt, ez nem tudom mi a szar, de nem kell. Hát nem látom, mi ez. Hűöcskös, 14 töltény. Ezek még mindig vannak. Jaj, az csak a... Nem vagyunk egyedül, én úgy érzem. Csak tudnám, hogy hol lőtték. Kegyetlen ez a játék. Ó, szevasz. Meghalnál? Hát itt többen is vannak. Házikó. New objektív. Ide kellett jönnünk. Ma akkor... Jézuska, ajándékcsomaga. Öcskös. Ez szar, de mindegy, ez most. Most akkor ez lesz. Ez még jobb. Nem kell, ez szar. Ilyenünk akkor van. Mi ez? Ja, oké. Ott vannak. Jó az a fegyver. Csak tudnám, hogy most mit kéne lőni. Mindegy, addig mit keresgélünk ezt meg azt. Jó az a fegyver. Már valakik lőnek már ránk. Azt nagyon nem szeretem. Jó, te ne... Hogy... Köcsögök. Robban, de csak egy. Még itt van egy. Észrevett. Mennyit lőttünk? Ezt csak egy emberre ment. Akkor ezek lőttek, most már minden világos.
az öngyilkosság ide jönni. Hát ezt ecsesztük. Jaj, de jó. Az nem jól jött össze. Köcsög. Hova futsz? Az még mindig aktív. De csak volt. Néha akcióznom is kell. Ott már lángokba. Aj. Fú, bakker, ezek sosem fogynak el. Lövünk a semmibe. De most tényleg szó szerint lövünk a semmibe. Ó. Itt is valami new objektív. Arra futnak a jó emberek. Hát inkább rossz emberek, de mindig maradjunk a sereggel. Mégse. Melyik van közelebb? Jöjjünk akkor ehhez. Túl az kimegy először oda a bázisukhoz. Valamilyen nyivákolást hallok. Massza öcskös. Ezek már meghaltak. Minden rendben. Milyen szemed van neked, ember? Azt a szégyent. Fúj. Ezek a mieink. Én úgy látom. Az ilyen szúrós fegyver. Ezek még élnek. Te is élsz. Jaj, bocs. Ezek si... Jaj... Én az ilyenektől mindig meghatódom, most szegények itt sírnak, eszeveszetlenül. Semmi gond, hadd vigasztaljalak meg. Egy ajtó. Amit én nem tudok kinyitni. Jó, gyerekek, ennyit meg tudok tenni nektek. Becsukom. Más nem tudok. Tehetetlenek vagytok. Nektek már édes minden. Jó, lőnek. Mégis olyan az a sniper. Ehelyett. Vissza. Csak én vagyok. Ki vette el? Ja, nem szóltam. Kevés ez, de mindegy. Ezzel kell beérnünk meg ezzel. De most miért töltöd újra ember? Csak az ajtót csuktam be. Böszme. Jaj, már megint a tüzes. Öcskös, lőd már, ne csak én. Gyerekek.
Rohadtul sebezhetőek vagyunk. Csak ne halljunk meg, ne halljunk meg, ne halljunk meg, gyerünk tovább előre. Az itt jó hely. Uff, uff. Hello. Ne lőj, kérlek. Jó van, halljál meg. Idióta. Egyre akciósabb itt is a zene. Sehol senki. Jaj, pont ilyenkor jön. Most ezt is... Majdnem meghaltunk. Aj, csak most ne jöjjön egy tüzes. Kérlek. Kuk! Ott volt egy. Melyiket vegyük fel? Nem, nem ezt akartam. De csak a lőszert pazarlod. Nem haltál már meg? Na, csak azért ám. Ehelyett most már tényleg jöhetne egy másik fegyver. Ugyanaz, bakker. Jó, ebbe kevesebb van akkor. Ez rohadt szar, ez jó. Na most kéne épp fegyvert váltani. Haha. Még egy. Úgy hallom, még vannak. Ajtót nem, nincs is itt ajtó. Csessze meg. Jó, ez jó. Na, mit rejt a láda? Mi van ebbe? Ez szar, nem kell nekünk. Nem kaptunk semmi jót Jézuskától. A pompás ágy, ó. Köszönjük erre. Minket. Én már észre is vett. És itt van még egy. Nem jössz, akkor én. Na, most vagyunk szar helyzetbe. Mindig tönkre cseszem nektek a berendezést. Hajj már meg! Nem hiszem, ilyen közelről se találom el. Ezt a köcsögöt. Nyugi! Nyugi, barátom! Mindjárt vége lesz ennek a háborúnak aztán. Hát igen, ha vége lesz, ugye? Úristen! Nem kell. Ez se. Valaki észrevett. Jaj, most meg így rejtőzködnünk kéne. Itt vagyunk. Itt vagyunk egy helyen. Fasz fej. Hum vagy. És itt most be is szorultunk, nem tudunk hova menni. Hú, hát meg... Ja! Szevasz! Oh, fu. Ember! Ember! Vissza! Már megint egy ilyen gépfegyveressel van dolgunk. Jó, addig profik leszünk és töltünk. Öcskös, megint. Fú. Jó, van ilyenünk.
Mi lehet ebbe? Mi lehet ebbe? Használjuk, hát ha hasznos. Lő minket ez a faszfej. Bárhol is van. Leszarom. Idióta. Hülye picsa. Mondjuk jó azt. Lány, na. Lényeg gyerekek, lényeg. Hogy mi most rohadt nagy szarba vagyunk. Ó, ott fönn lesz valami. Cucc. Hát igen, most hogyan fel? Hogyan fel? Nem unod már. Szevasz. Amúgy szevasz. Amúgy neked is szevasz. Töltődj már te élet. Jó, van ezek itt már a mieink. Megöltünk valakit. Nem láttam, hogy kit, csak hogy valakit megöltünk. Az a gépfegyveres csávó, azt most tényleg érdeke, hogy hol van. Hova kell mennünk? Hova jelzed? Ó. Oh. Ide be. Megcsináltuk. Vagy most mi van? Hát ugye azért írtam címnek az olasz csávó kalandjai első rész, mert én azt két részletbe akartam megcsinálni. És itt az a csávó, itt az a Matthias, vagy nem tudom, Matthiasnak hívtak, vagy valami hasonlónak a csávót. Hát háború van ebbe, ez is beletartozik. De nem látok senkit se, hogy túlélte ez nagy sávon kívül jelen pillanatban, én nem látom. Videó sem mutatja. És elég szomorú történet ez így most. Hazáért küzdött. Jó katona volt. És így már akkor össze is. Ja, Matteo, oké. Így már akkor össze is áll a kép. Na jó. Megcsináltuk. Ez ennyi is volna. Kihitte volna így egyszerre. Ola Vittoria és O Tutti Acopatti. Szuper. Na hát akkor srácok, ennyi is lenne. Majd Battlefield-el jelentkezni fogok. Nem tudom melyikkel. Vagy ezt a The Runner-t fogok csinálni. Vagy ezt a Friends in High Fleece. Ez gondolom repülős lesz. Ez tankos, ez a Truj Madden Bird. Ez pedig ugye a kezdő pálya, de ezt nem fogjuk megcsinálni, mert ezt minek? Meghaltunk százszor is, mégis ki fogjuk vinni. Akkor egy arabosat vittünk ki, meg egy olaszosat. Na srácok, én Roy voltam. Szevasztok!